Győr volt az egyik állomása az Építsd a jövőd építőipari szakmai találkozónak. A városból és az egész régióból érkező diákok megtöltötték a Gábor László építő és faipari szakgimnázium tornacsarnokát. A rendezvényt Borsi Róbert, a városrész önkormányzati képviselője nyitotta meg. Én azt gondolom, hogy hidat képez a helyi piac, a helyi diákok és a leendő diákok között. Ugyanis egyszerre jelenik meg maga a jelenkornak a szakmai tudása, az építőanyagok, a technikai innovatív megoldások, és egyszerre jelenek meg azok a hallgatók, illetve a diákok, akik már vagy most részt vesznek ebbe a szakképzésbe, vagy a későbbiekben gondolkoznak ezen, és bízom benne, hogy akár ennek a rendezvénynek köszönhetően a szakmunka, a szakmunkások száma és a szakmunkák iránt érdeklődés tovább tud nőni a jövőben. A szakmai találkozó és konferencia része az Európai Szakképzési Hétnek. Egész Európában próbálják népszerűsíteni a hiány szakmákat. Az eddigi elmúlt években is nagyon büszke lehetett Magyarország az eredményeire, hiszen tavaly már a legtöbb eredményes rendezvényt felmutató országként zártuk ezt a szakképzési hetet, és reméljük, hogy ez idén sem lesz másképp. Igen, ez is azt mutatja, hogy Európa szerte hasonló problémákkal küzdenek a gazdaság szereplői, és így az építőipar szereplői is, és azt gondolom, hogy ezen európai rendezvény sorozat részének lenni is egy nagy öröm és megtiszteltetés, és mutatja azt, hogy valóban mindenhol a világon és Európában is a szakmatanulás milyen fontos. A Gábor László építő és faipari szakgimnáziumban a pedagógusok és a diákok már hetek óta készülnek a szakmai találkozóra. A bemutató termekben gyakorlati programok várták az érdeklődőket. A rendezvény három mérföldkövön áll. Az általános iskolások részére egy látogatói programot biztosítunk, ahol több mint 10 hazai és nemzetközi építőipari vállalkozás, továbbá olyan iskolák, társintézmények, diákjai, tanulói, pedagógusai vesznek részt, ami az építőiparhoz köthető szakképzést biztosít, illetve az építőipar kiegészítő képzéseit nyújtja. Mi bízunk benne, hogy nagyon sok érdeklődő diák lesz. Minden partnerünket arra kértük, hogy olyan interaktív feladatokkal készüljenek, amely vonzóvá teszi a diákok számára az építőipart. A Hild József építőipari szakgimnázium a technológiai újdonságokra fektette a hangsúlyt. Az intézmény kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere lehetővé teszi, hogy a diákokhoz eljussanak a legfrissebb innovatív megoldások. Szerveztünk egy olyan interaktív bemutatót, ahol a diákok az általános iskolákból, nem csak Győrből, a környező városokból, környező falvakból érkező diákok mindent kipróbálhatnak. Még egyszer hangsúlyozom, mindent kipróbálhatnak, megnézhetnek, láthatják, hogy működik egy drón például, hogy működnek azok az okos otthonok, amiket tervezünk, hogy működik egy napelem, mi az eredménye, mi ennek az egésznek a háttere, hogyan működik ma az építészet, a tervezési, kivitelezési folyamat, nem csak a lakóházak, az iparépületek tervezése, de ugyanúgy a műemlékek felújítása 21. századi módon. Ez például egy vadonatúj technológia, néhány hónapja alkalmazzák ezt a módszert, ezekből a legószerű elemekből pillanatok alatt felépíthető egy ház. Ez egy komplet ház lesz, csak most éppen picivel, nem öntsük is olyan, hogy betonban, de ezért egy komplet ház, hőszigetelés is megy, alapból megvan ez, ami a hungarocellát. Ebben menni fog egy vasalat, az be van ütve betonna, és konkrétan kész van a házunknak a falai. Úgyhogy erre utána mennek majd a födé, meg itt rakodat is egy elemet. Ugye ez, ennek van alja, tehát itt áll meg a beton. A rendezvény egyben szakmai konferencia is volt, ahol lehetőséget kaptak a szakképző iskolák és az építőipari cégek az egymás közötti konzultációra.